Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy nagyon-nagyon fontos, mindenkit megrázó eseményről szeretnék most beszélni, és ezt nem csak ironikusan mondom, mert számra is felháborító volt ezt így olvasgatni, meghallani. hallani. Ugye, Norbert, a nemzet nagy fogyasztó művésze, az egyetlen egy fitnesszel foglalkozó, egészséges táplálkozással foglalkozó szakember, akin ez nem látszik, ugye szépen elmagyarázta, hogy miért válnak el a magyar fiak, férfiak, tehát egy jelentős rész, miért válik el. Ugye ezt nagyon megindokolta, nem szakszerűen, kurva egyszerű, tehát ti, kedves szülőanyák vagytok a hibásak, miután ugye megvolt a gyerekszülés, nem figyeltek oda magatokra, meghíztok, lóg a bőrötök, ezáltal a férfiak Személybe ti már nem lesztek kívánatosak, és ezáltal ugye félre mennek, és innentől repül a házasság a fenébe. Ugye ezt a logikai menetet hogy sikerült kitalálni, ezt nem tudom. Nekem soha nem volt nagy kedvencem Norbi, attól függetlenül tök mindegy, hogy most nekem a kedvencem vagy nem, de azért ezt elmondom, hogy miért nem. Ugye csinálta annak idején, beindult a karrier, ez rengeteg aerobik kazettával. Na most nekem, amikor egy pali egy ilyen nők számára kitalált dressbe, úrá, buda össze-vissza, is fejhangon magyaráz jobbra balra, hogy még kettőt csinálnak, még ötöt, még ötöt, gyerünk, gyerünk, gyere vele, gyere, 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 gyere. ez mondja, nem férfias. Attól függetlenül nem hülye gyerek, összerakta is pénzét, az utána jött neki, ugye ez az update nevű táplálkozási programja. Nem akarok erről mélyebben nyilatkozni, mivel nem vagyok ilyen szintű szakember, viszont azért azt elmondom, hogy ezt a Nagy Fogyás című csodálatos műsort látvám, mikor ugye a másik hasonló fitness és fogyasztó guruval, ugye versenytek azon, hogy ki tud bizonyos idő alatt, hogy jó néhány túlsúlyos embert minél gyorsabban lefogyasztani, akkor rájöttem, hogy itt van egy nagyon komoly baj van. Azért, aki bármilyen szinten foglalkozik valamilyen módon a, a testnek azon részével, hogy fogyás, hígyá, hízás, izomépítés, hogy lehetséges, az mindenki tudja, és ez nem kell dietetikusnak lenni, az optimális fogyás az havonta mondjuk egy olyan három, maximum 4 kiló. Ez ami egészséges keretek között véghez vihető, nem csak a, az esztétikai dolgok miatt, hanem amúgy is, amúgy is hogyha a szervezetnek nagyobb arányú fogyás eljárítani, is azt egy ilyen sokkot, akkor annak komoly következményei lehetnek. Mondom, ez nem kell különösebb szakembernek lenni, bármelyik személyedző, hogy elmegy egy iskolába, ezt a szalapok között fogja megtanulni. Na most egy ilyen műsorban, ahol pillanatok emberekről 15-20-25 kilókat rángattak le, meg is lett az eredménye, ugye mindig visszahizott onnan, onnan indult, aztán onnantól senkit nem érdekelt, hogy mi lesz velük, de aki adja a nevét ehhez, ott komoly problémák vannak szerintem a hitelességgel kapcsolatban. Na tehát soha nem volt a kedvencem, aztán főleg, beindult ez a szuper update 2865, és ugye megnyíltak a boltok, és ha bemész egy ilyen boltba, akkor azt látod, hogy kaphatsz te kakaós csigától kezdve buk, tehát buktát, minden szinte majdnem olyan az íze, mint a ez valóban így van, csak mondjuk egy vagyonér. Ezzel az a probléma, hogy azok az emberek, akik, akik, nem képesek arra, hogy az étkezésüket átalakítsák egy kicsikét, és lemondjanak bizonyos dolgokról, azok elhiszik azt, hogy ha belebasznak egy valak pénzt, akkor ők le fognak fogyni. Hát ez korán sem biztos, ez kb. ugyanaz, mint annak aki megvette a Norbi DVD-t. Ugye nekem ilyen van, akkor egybe le fog, fog fogyni, mert ott fog erobikozni a, a, esti nézése közben a televíziónál. Szerintem ezek a DVD-k azóta is ott porosodnak mindenhol a szekrény meg a fiókok tetején. Az a tudat, hogy te ezt megvetted, ez bőven elég volt arra, hogy te azt gondolod, hogy le is fog fogyni. Ugyanez, ha elmész egy ilyen Norbi pékségbe és bevásárló szorba szájba, akkor te biztos, hogy fogyni fog, holott itt is egy bizonyos szédlát mennyiség fölött hiába hosszabb felszívódású az esetleg, ugyanúgy tudsz hízni tőle, de hát ugye ezt a Norbertünk nem nagyon mondja el. Tehát jóval egészségesebb fogyást össze lehet hozni, nem vagyok, orokért, persze egy kis akarat elő kell hozni, egy kis lemondás. De a videó most nyilván nem erről szól, csak azt mondtam el, hogy nekem miért nem volt soha szimpatikus. Kedves neje, hagyjuk külön, Réka a nagyszerű, szintén erobig tanárnő, ugye ő is egy másfajta pályát írt le, de ugye ez az update nevű vállalkozások közös. Most, hogy a Norbiba ez, 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 a nyilatkozat, ez hogy jött elő, nem tudom minek kapcsán, hirtelen rádöbbent, hogy ő majd most megreformálja a magyar házasságokat, vagy rádöbbent itt a, a szülő, vagy mondjuk molettebb feleségeket arra, hogy igenis azonnal gyertek a Norbi boltba is itt vásároljatok, és vegyetek egy Norbi DVD-t, vagy egy, Réka DVD-t, és ugrabuljátok rá, és innentől kezdve a házasságotok rendbe fog jönni. Hát nem tudom. Szóval ennél azért okosabb embernek gondoltam. Most ő valamilyen oknál fogva kitalálta, hogy megmondja a frankót. Nem is értem. Tehát nem egy 18 vagy 20 éves gyerekről van szó, aki azt gondolja, hogy kinek minél szebb a melle, meg minél kerekebb a seggje, meg minél jobban meg van csinálva az arcocskája, az annál jobban fog kelleni a manuszoknak, és annál tökéletesebb partner lesz benne. Azért egy 50 éve körül, tehát 50 éves életkor körül azért el kérem azon el gondolkodni, hogy egy társas kapcsolatban mi a lényeg. Nyilván fontos a külső is, de mikor egy társas kapcsolat működik, ott főleg, hogy megy az idő előre, sokkal-sokkal fontosabb megfelelő szellemi összhang is. Tehát az, hogy nekem valaki ne csak azért tetszem, mert olyan a segge, mint a üsdob, és ha rákoppintok egy fémkanálra, akkor elhajlik, hanem lehet azért, mert leülünk, beszélgetünk, és tudja, hogy én mit szeretnék mindenben, és tudja, hogy ő mit szeretne mindenben, és nagyon sok mindenben közös az érdeklődési körünk, nagyon sok közös emlékünk van, közös jövőképünk is van például, nagyon sok mindent képzelni, és mellette talán még a szex is jól működik, még úgy is, ha valakinek kicsit lóg a bőre. Norbi, ezt azért ajánlom neked, mert neked se az tükörben nézni, hogy azért hova sikerült azt a kurva jó fitness külsőt visszafejleszteni, és most ne gyere nekem azzal se te mások, hogy egészségi problémáid miatt másoknak is vannak, és mégis mindenféle kémia nélkül azért össze lehet kalapálni egy olyan fizikumot, hogyha levetkezz egy fürdőgatjára, akkor elhiszik azt, hogy te körülbelül valami között van a fitnessnek, ha nyilván nem is egy testépítő bajnok, vagy mondjuk egy, egy aerobik sztáredző, de azért, azért ez a fizikum, hogy most neked van, ez kurva van attól, hogy te hitelesen tudjál nőket fikázni. Amúgy sem illik. Én is sok mindenről csináltam videót régebben a hölgyekről, hogy a hízás fogyása mi a gond, de ez, hogy egy ilyen, ilyen következtés levonjon valaki hogy ezért mennek tönkre a házasságok, hát nem tudom, te még váltál-e vagy nem váltál, a házasságok nem ezért mennek tönkre, kurvára nem ezért mennek tönkre. Ez nagyon-nagyon pici rész, hogy valaki mondjuk meghizik, lefogy, vagy más lesz a külseje. Sokkal-sokkal mélyebben kell ezeket a dolgokat keresni, és sokkal-sokkal euh, olyan okokat kell találni, ami nem feltétlenül a testiségre vezethető vissza. Szokták azt mondani, hogy például a hölgyek mikor megcsináltatják a mellüket, például kicsi a cicie, vagy a lóga melle, akkor rendbe jön a házassága. Hát nekem van néhány hölgyismerősöm, akinek meg van csinálva a melle, és ugyanúgy egyik szarok mennek a másikba, tehát abszurd nincsen köze a csöcshöz. Tehát most én belegondolok, hogy van nekem egy hölgy, aki, aki még nem szimpatikus. Nem a külseje miatt, hanem amúgy sem. Nem, valamiért érzem, hogy nem csináltat magának két ekkora énekálló mellett, Én egy szuper edzőhöz, lefogyasztják, annyi izom van rajta, ami pont nőies, lesz neki egy hegyes kerek segge, gyönyörű arcocskája, és innentől úgy, úgy, megváltozik ez a vonzalom? Tehát most akkor már kell? Nem tudom, lehet, hogy én működöm rosszul, de én ezeket teljesen máshogy látom. Mikor valaki az elkezdesz vonzódni, nyilván megnézed, hogy néz ki. De nekem volt az életemben olyan, hogy, hogy, találkoztam olyan hölgyel, mikor még fiatalabb voltam. Nyilván, aki nagyon, nagyon jól nézett ki, nem csak szerintem mások szerint is, és megszólalt, és minden bajom volt. Hogy ezt nem kéne. És nem azért, mert kurabuta volt, hanem teljesen más felfogása volt az életről, és tudtam, hogy én ezzel nem kívánok azonosulni. Tehát azt, hogy az ember egy ilyen rövidebb kalandba belemegy, az egy teljesen más dolog, de amikor már belemész, már akkor tudod, hogy ez nem lesz hosszú, mert, mert szép dolog, fasz a dolog, a szex, nagyon a testiség, viszont néha beszélgetni se például vagy közös programot szervezni, és ha valakivel nem nullától 24-ig folyamatosan az ágyat döngeted, hanem szeretnéd egy olyan is jól érezni magadat, kurva nehéz, ha nincsen megfelelő szellemi működés. Tehát a testnek a külseje, az, hogy ránézésre milyen, az kurvára nem a legfontosabb szempont. Nyilván, persze lehet véletekbe gondolkodni itt is, hogy valaki mondjuk egy karcsú, Hölgy, és akkor hirtelen szülés után lesz plusz 80 kg rajta, ott valóban el kell gondolkodni ezen, de akkor sem hiszem, hogy a lebaszás az első, aminek meg kéne lenni. Először is a hölgynek azt a fajta magával szembeni elvárását kell megerősíteni, hogy igenis, valóban szültem, fontos volt a gyerek, nem akartam magammal foglalkozni, de eltelt két év, vagy három év, vagy másfél év, vagy nyolc hónap és úgy érzem, hogy nekem, szeret, nekem vissza kéne nyerni azt az alakot, ami előtte volt. Na most itt van az, amiről itt igazából ebben a videóban gond van, hogy a férnek ilyenkor nem megundorodni, vagy a barátnak, tegyük fel, hogy nem házasság kapcsolatban vannak, nem megundorodni kéne, vagy tegyük fel, hogy nincs is szülés, csak simán megkizik valami a hölgy, nem megundorodni kéne, hanem ha tényleg szereted, és vonzód hozzá, és kell neked, akkor le kéne, hogy aztán dumálgatni kéne egy picit, hogy nézd drágám, szeretlek, imádlak, gyere, üljünk le a tükör előtt, és beszéljük át, hogy most neked jó ez így nem feltétlen az, hogy hogy nézel ki, hanem gondolj bele, hogy van rajtad plusz, még tudom 25-30 kg, és még fiatal vagy, nem vagy öreg, még bőven előtted van az élet, az egészségednek se jó ez, mellette ugye egy komplet ruhatárat vásárolhatunk állandóan, nyilván humort is bele kell vinni, és mellette azt kell neki mondani, hogy te nekem így is nő vagy, de magaddal szembe legyen ez elvárás, hogy valahol egy picit próbálj lefogyni, és most a legfontosabb, ebben megpróbálok neked segíteni. Nem azzal jött, hogy lak a szarban, hanem megpróbálok azzal segíteni, hogy gyere, ha kell, akkor eszem veled ugyanazt a kaját, ha én sem mozgok, akkor elmegyünk együtt mozogni, nem kell itt testépítővesekre gondolkodni, elmegyünk egy picit tornázunk, kicsit átértékeljük az, értéke, az egész étkezést, vagy elmegyünk egy szakemberhez, és megmondjuk neki, hogy te ne, nézd, ez van, szeretnék egy kicsit lefogyni, tudsz -e ebbe segíteni. De az, mikor te azt látod, hogy a párod tök mindegy, mi miatt szülés, stressz, akármi miatt, munkai problémák miatt nekiáll és főzabálja magát egy bizonyos szintre, akkor ott hagyod a büdös szarba, hát ez minősíti az egész kapcsolatotokat. Hogy valaki, meg mondjuk egy tester foglalkozó ember ilyet nyilatkozzon, ez minősíti azt, hogy körülbelül neki mi a véleménye a nőkről. Hát nem tudom, kura kíváncsi lennék, hogyha mondjuk hogy a most hirtelen abba ezt a mozgást, de nem tehetné azt meg, hogy naponta nem tudom mennyit edz, vagy foglalkozik emberekkel, nyilván van ideje rá, meg lehetősége. Én is azt mondtam, hogy ha valaki nem akar edzeni, nem függvénye annak, hogy igazából, hogy pontosan milyen sok pénze van, nem kell edzőhöz járni, különböző egyéb módok is vannak, akár otthon is, hogy lehet picit mozogni, hogy ne legyen annyira elhízva, és a legfontosabb, hogy a kaját át lehet alakítani. Nem csirkemerésről beszélek, van ezer más módszer, amivel lehet fogyogatni, szépen lassan, és lehet egy viszonylag sportos, normális külsőt is összehozni. De kíváncsi lennék a kedves feleségedre, ha mondjuk nem ez az életmód lenne, azért őse 22 éves már, és mondjuk kicsit megerezkedne a, a, az egész kis alakja, ami most nem nagyon, nagyon dekoratív, akkor te úgy döntenél, hogy most már akkor nincs meg az a szexuális vágya, hogy te, te fogalmazol, és akkor mindentől rék a pakóhat, az mehet a picsába, vagy te pakósz, az a picsába. Ez egy nagyon-nagyon sarkos, nagyon na, erős vélemény, és mondom, hogy itt az a probléma, hogy olyan embertől, aki nagy részt ugye elvileg olyan emberekkel foglalkozik, akik ugye valahol túlsúlyosak, ugye az egész update program erre épül, és kurva jó ez a fajta pszichológiai löket, amit kapnak így a hölgyek, hogy baszki, ne legyél dagadt, mert a férjegy is úgy, úgy is ott fog hagyni, ennek érdekében nyilván zabálni kell az update csüteményeket, és akkor nem leszel tagad, és a férjed meg fog maradni. Nagyon sokféle fogással találkoztam már, de a fasságot az életben nem hallottam. Nem beszélve arról, hogy ezzel a nyilatkozattal szerintem, mint Magyarországon, nők nem százezerét, hanem millióit fordítottad magad ellen, olyanokat is, akiknek viszonylag szóval jó alakjuk van, mert mindenkivel történt olyan, akár egy betegség, folytán, hogy, hogy elveszíti azt a fajta viszonylag tökéletesnek mutató fizikumot, amit, amit eddig felépített, és akkor onnantól átép abba a kategóriába, ami szerinted hibássá teszi abban, hogy éppen megereszkedik a bőre, hogy éppen lesz rajta néhány hurka, és akkor mehet a kukába, ugye ez szerint a szemlélet szerint. Hát nekem körülbelül ez a véleményem erről az egészről, de ahogy láttam a különböző hírportálokon is, akik így beléd álltak, azoknak is kb. hasonló a véleménye, meg én van még egy dolog, amit szeretnék elmondani, hogy amikor így valakit így kritizálok, én is kritizálok valakit fizikálisan, és belemegyek ebben nagyon-nagyon mélyen ezekbe a dologba, akkor azért mindig az azottam kezdeni, hogy, hogy bele kell nézni a tükörbe. Tehát vetkőzzél egy alsó gotyára, és láttam most néhány remek fényképet rólad, és nézz a tükörbe, aztán gondolok el azon, hogy mondjuk a te partnered, valóban ezt akarja látni, ezt a látványt, ami most van, és ugye megy a, megy a pornófilm nézés, hogy te fogalmaz, Zól, hát azért lehet, hogy belenéznék a te kis párodnak a kis fejébe is, hogy amikor éppen megy kettötök kettőtök között, és nem akarok gonosz lenni, csak a reflektálok arra, amit te mondtál, tehát a kettőtök közti <coughs> belsőséges együtt négy megy, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy rád gondol. Elnézést a kemény végszóért, de körülbelül ezt érdemli ez a fajta megnyilvánulás, amit tetettél. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mondom, hölgyek, urak, ha picit fogyni akartok, annak van egy teljesen normális menete, és a lényeg, ha ti együtt vagytok, akkor tessék egymásban megbízni, és tessék egymásnak mindent elmondani. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!